Immár hagyományosnak mondható, hogy az év legbensőségesebb időszakából a gödöllői királyi kastély is kiveszi a részét. Az épület ünneplőbe öltözik, és színes, érdekes, elgondolkodtató, szemet, szívet gyönyörködtető programokkal várja látogatóit. Jótékonysági koncert, adventi előadások, kézműveskedés, bábszínház a kicsiknek, porcelánfestő bemutató a nagyoknak. Itt biztosan senki sem fog unatkozni, ha ellátogat Gödöllőre. Idén már 14. alkalommal kerül megrendezésre a adventi kastélynapok itt a Gödöllői Királyi Kastélyban. Hát a jól megszokott programjaink mellett minden évben valami újdonsággal is készülünk. Idén sincs ez másképp, hiszen a karácsonyi vásár, a kézműves foglalkozások a gyerekek számára idén is megrendezésre kerülnek. Természetesen vannak új elemek is benne. Idén ismét velünk van a Herendi Porcelán Manufaktúrának a festő csapata, akik egyébként különleges arcfestégeseket varázsolnak a gyerekek arcára. Nyilván a Herendi mintáknak megfelelően. De hát magától értetődő természetességgel itt van Erzsébet királyné is, aki minden nap egyrészt jelen van a kastélyban és sétál a vendégek között, tehát lehet vele személyesen találkozni. Másrészt mindkét nap délben fogadást, úgynevezett circle-t ad, amikor személyesen is hozzá lehet menni, lehet vele beszélgetni, és ez egy közvetlen kapcsolatot is jelent a díszterem fantasztikus közegében. Minden nap vannak előadásaink gyerekek és felnőttek számára is, báb és mese előadások, gitárest, kórusok rendszeresen megjelennek és fellépnek, csengettyű együttes, tehát egy igazi karácsonyi hangulat az, ami ilyenkor áthatja az egész kastély belsőt és a díszudvart is. Természetesen a finom falatok sem maradnak el, mint a forradból vagy a sült gesztenye. Azt hiszem, hogy mindenki kellemesen érezheti magát itt nálunk. December 13-án a Szegedi Pince Színház előadásában Vörös Sándor megzenésített verseit lehetett meghallgatni. Éméből fölzengő, csing-ling-ling száncsengő, száncsengő csing. Télöblén halkan ring, feldobban két nagy ló, kop-kop-kop nyolc patkó, kop-kop-kop, csönzsákból hangot lop. Amíg a gyermekek aktívan kivették részüket az előadásból, szüleik megtekinthették a kézművesek és iparművészek karácsonyi vásárát. Milyen programokat számíthatunk az év hátralévő részében? Teljesen jogos a kérdés, hiszen az év vége nem érkezett el még nálunk. December 29-én a megszokott programunk Erzsébet királyné karácsonyai címmel kerül megrendezésre. Ezen a napon a királyi család mindennapjaiba és a karácsonyaiba lehet bepillantást nyerni. Gyakorlatilag a gyerekek veszik birtokba a kastélyt, rengeteg gyermekprogram, családosok számára rendezett rendezvényeink vannak, és hát az óévet is egy különleges hangulatú koncerttel búcsúztatjuk. 29-én este kerül sor Lajkó Félix és Balázs János fantasztikus koncertjére a Lovardában. Gönci Tibor, a kastély ügyvezető igazgatója, az ajándéküzletet is megmutatta. Itt megtekinthettük az egyik legigényesebb kiadású kötetüket, Faludi Ildikó, a Gödöllői Kastély című könyvét is, mely biztosan szép ajándék az épület, valamint annak története iránt érdeklődők számára.